Kedves barátaink, kedves kollégák, mindenek előtt tágítanám ezt a kört, amit itt a Karvalis László felvetett, ugyanis amiről mi beszélnénk, az a tovább nem csak a jeltudomány, a szemiotika, hanem a szociológia és a kulturális antropológia, illetve ahogy Hankis Ellemér fogalmazott, a filozófiai antropológia, ami az ő munkásságának az utóbbi évtizedeit jellemezte. Ezen belül is ugye egy rövid és egy célirányos fókusz helyeztünk a mai előadásnak, vagy megemlékezésnek a középpontjába, ez a szimbólumokról lesz. Hankis Ellemér munkásságában nagyon fontos szerepet játszottak a szimbólumok. Kapitány Gábor majd fog erről beszélni, hogy Ellemérnek a szimbólum felfogása az milyen is volt. Előtte én azért mondanék néhány személyes szót, mert azt hiszem, hogy keveseknek adatott meg az, ami nekünk szerencsére megadatott, hogy mi 4 évtizeden keresztül változó szerepekben ismerhettük őt. Azért is gondolom, hogy ezt fontos most ideidézni, mert itt a kétnapos tanácskozás során sok szó lesz arról, hogy mi minden van Hankis Ellemér életművében, ami továbbviendő. Mi azonban nagyon fontosnak tartjuk, hogy az attitűdje, a személyisége és a habitusa is olyan, amit nagyon fontos továbbvinni. Ebből nagyon sok minden átjön az ő munkáin, mert szerencsére ő tudott úgy írni, hogy ez a habitus és ez az attitűd belekerült az ő tudományos munkáiba. Ez nem mindenkinek adatik meg, hogy képes ezen a módon írni. De mi attól, hogy személyesen ismerhettük őt, és eleinte tanítványainak, aztán kollégáinak mondhattuk magunkat. A tanítvány szó különösen illik rám. Én a 70-es évek közepén jártam az ELTE bölcsészettudományi karára, és akkor ott Hankis Ellemér egy rövid ideig tanított. Tartott egy olyan szemináriumot, amit ma úgy mondanánk, hogy kutatószeminárium. Ide borzasztó nehéz volt bejutni, 10-15 ember járhatott erre a kutatószemináriumra. Azt érdemes erről föleleveníteni, hogy az ő attitűdjének és a tanári habitusának az volt a fő jellemzője, hogy egyrészt állandóan kérdezett, amit itt többen is említettek, hogy mindig kíváncsi volt a másik embernek a megközelítésére, a gondolkodásmódjára, a személyes tapasztalatanyagára. És ami szintén nagyon fontos, abban az időben az ELTE egész szellemiség lehetősen tekintélyelvű szellemiség volt. Ezzel ellentétben Hankis Ellemér minden diákjához úgy viszonyult, hogy abszolút egyenrangúnak és szellemi partnernek tekintette őket, és ez nem pusztán egy póz volt a részéről, hanem egy nagyon mélyen gyökerező alapállás. A Szociológiai Intézetben is kollégák voltunk, ennek néhány évig Hankis Ellemér az igazgatója is volt. És itt érdemes föleleveníteni az egyik legelső beszélgetést, amikor ő igazgató lett, akkor összehívta a Szociológiai Intézet kutatóit, és azzal kezdte a beszélgetést, hogy nagyon kér mindenkit, hogy mondja el, hogy melyeket tartja a mai kor legfontosabb társadalmi kérdéseinek, társadalmi problémáinak, és utána folytassa azzal, hogy ő az elkövetkezendő években milyen kutatásokat tervez, milyen módszert annal, hogy ezekhez a társadalmi kérdésekhez milyen módon lehet kapcsolódni. Nem fogok most kitérni arra, hogy a mai akadémiai világ milyen módon működik, és sok esetben hogy fordul ez az egész a fejéről, vagy a talpáról a fejére. Minden esetre Hankis Ellemérnek a megközelítését egész életében ez jellemezte, hogy társadalmi problémákból indult ki, a kor legfontosabb társadalmi problémáiról, és mindig ehhez kapcsolódott az ő megközelítése. És végül a harmadik dolog, amit felelevenítenék, az az egyik utolsó beszélgetésünk volt vele. Ez az Országház utca 30-ban a Szociológiai Intézet, akkor úgy hívták, hogy Társadalomtudományi Kutatóközpont, egy gyönyörű kolostorudvar. Aki járhatott ott, az bizonyára tudja, hogy mit jelentett ez az épület. Ott ültünk Hankis Ellemérrel az udvaron, egy csobogó gyönyörű szökőkút mellett,
És arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen fantasztikus, hogy ő egész életében meg tudta őrizni tulajdonképpen egy kamaszos alapállásnak a fiatalságát. És mi is kell ehhez? Mondtuk neki, vagy kérdeztük tőle. Erre ő kapásból egy körülbelül fél órás előadást rögtönzött, pontokba szedve, rendkívül szemléletesen arról, hogy a fizikai állóképességet és a szellemi frissességet milyen módon is lehet megőrizni. Nem fogom most felsorolni, de egyszer majd szívesen beszélünk róla.